tele. Törpét. Szájba. Na, megsüttük ma. Amúgy nagyon szép. Szeretnél erről beszélni? Nem. A nagykunsági első harcsája? Nagykunsági első harcsája. Gyönyörű. Micsoda megfogás. Akár egy pisztránk sügeret. Vissza ne dobd. Dehogy dobom. Oda helyezd le. Majd, majd, és meg is harapott? Meg. Majd visszajövünk érte. Nagyon szép volt, passzik, gratulálok. Ezt nem sokan csinálják így. Jó, jó. Ott is van egy, azt is szed ki. Kicsik. Jó. Hoztam ezt is. Hoztam a merítőt, mert ez most kell lenni fog. Nem jó ez a szög. Ó, oh, ott volt. Éreztem. Szerintem balin, nem? Akkor meg kell pergetni neki. Megvan. Oh. Oh. Tudod hozni a szákot, faszi? Oh, ez jobb hal. Aszta. Várjál csak, faszi. Ez harcsa. Harcsa.
Aha. Ez harcsa faszi. Hát figyelj, megteszi végül. A kanál is első harcsája, vagy hogy van? Vagy mi ez? Oh! A kisebbik fajtából, nem? Hát elnézést a harcsáért, de Bali még ilyen erőfeszítést nem rakott bele. Uff. Atya úr Isten! Ezt kerestük, tesó. Amikor arra gondoltam, hogy fogni kéne el valami nagyot, akkor valami... Mekkora ez te? Jézus ereje, gyere le! Ez ugrált. Kis pénz, kis foci? Csak meg le. Ilyen kis kanális hal. Mondom, leüti majd egy ilyen 15-20 centis valami. Atya ég! Ja. Van nála centis? Van. Amúgy nálam is van. Szoktam mérni. Hú, faszi. Tudod mi? Tényleg azt hittem, hogy harcsa, visszarúgott rendesen. Azt mondja, hogy 54, hát ha farkát nézem, akkor 66 cm. Nem az az aranyos kicsi ez már. Jó dolgozott a bot. Mondjuk nem volt más választása. Fú. Na hát. Ez a kicsi aranyos. Ott a tesója, faszi. Most ütötte meg. Hát a vizet. Aha. Mennyi lehet ennek a súlya? 2,5-3 kiló? Körülbelül. Na. Szerintem magához tért. Na. Jó. Ügyes voltál. Úgyis van. Kis csatorna, nagy hal. Dob meg innen a izétől a faszi. Így. Nem tud bepörögni? Megpróbálom innen, aztán nem ed így. Merüljön mellé. Az a baj, nagyon fenntartom a botot. Pedig itt van. Kicsi a pálya. Rengeteg ivadék van itt.
ha így. Hoppá, ez rossz így. Oda bedobom, mondom, van esélye még kicsit megvarom, míg lesül, aztán meghúzom. Na hát, pont áttekeredett. Rátekeredett egy... Ezt a pályát lenne érdemes legyezni. Vagy nem is tudom. Ekkora balint onnan. Hogy ment ez át? Igen. Azóta csend van. Kicsit megneveltük. Megpróbálom megdobni még innen egyszer. Kintre, azt onnan húzom be. Hát, ha így. Hát, ha ez így elviszi. Így is van. Az a baj, ennek már nincs izéje, tudod. Az előző kinyírta a horgokat, úgy húztam vissza. Meg tudod ott húzni? Azaz faszi. GG. Ér, jó volt a stratégia. Kintre behúzom, letolom a bot végét, aztán ki. Bírja. Na, ez is egy kis balin. Ez kisebb. Jó, hát erről nem csinálunk képet, ilyenekből már sokat fogtuk. Szerintem dobbál meg, faszi. Ott a bot. Addig kiakasztom, azt már mehet is vissza. Durva ez a nagy kunsági balin fronton. Vagy nem tudom, hogy ez durvának számít, de nekem az. Úgy jó, megnyelte. Dob ki, ugyanúgy, mint én, azt húzd be. Egy kicsi a táva, hogy te mondtad, én azért dobtam oda kintre, hogy fel tudjon gyorsulni. Rögtön meg is vitte. Azaz? Már csak megnézem ezt a húzást, hát ha elvinné neked is. Mivel? Minóval? Jaj. De ezt most nem tudom sokkal szebben visszaengedni, szerintem ez a legjobb, ha innen oda abba a vízbe, nem? Nincs jobb ötletem. Isten áldjon, faszi. Az még jó lehet, azt még elkaphatja. Odaadjam? Nem, ez a tiéd. Ez a tiéd. Fasz én ide már leülök, hát azért mindent nem lehet kiszedni. Tegnap kecsegek, pedig mondta tegnap, hogy egy darabig most nem pergetek. Hát mondjuk az... Ki is aludtam. Ez a tiéd, fasz itt. Durva, hogy ez a kis minó, ez mennyire üti a sztorit. A balin mennyire nem tudja lereagálni, vagy ott hagyni inkább, ezt jobban mondom így. És mennyire kis apró dolgokon múlik ez a peca, kezdődve onnan, hogy kaptál egy ilyen minobot ajándékba, egy rendelésed mellé, amit nem is akartál ilyet rendelni. És elfogyott a csali, amikor nem voltunk, már nem volt mit feltenni, mert beszakadtunk mindennel, és felrakta Ati ezt a minobot, és ütött vele egy balint. Utána még egyet, aztán néztük, hogy mi a franc ez, hogy ilyen fogós. Aztán rendeltünk is, meg kaptunk is ajándékba. Igazából többi már csak történelem, ahogy ez viszi a balint. De nyilván kell egy ilyen gyorsabb folyású hely, meg kell egy, a két horgász, aki az egyik nem akar megállni, aki is a sofőr, én voltam,
A másik meg, aki azt mondja, hogy ó, ezt nézzük már meg ezt a pályát, miután másfél órát autóztunk a Nagykunsági partján, úgyhogy egy gram halat nem tudtunk fogni, mert nem volt pozíció, ahova leálljunk. Találtunk egy, hát sokak számára legyintésre méltó, mint ahogy én is vagyok, területet, és hát, na, milyen halakat adott. Na faszi, ezt ki kell ütni onnan. Mindjárt jön az. Én, hogy elnéztem, én 1-2 percenként üti a vizet. Gondolom megvárja, még újra összeállnak a kis halak. Szúnyog? Vagy a légy? És a légy az agresszívabb már. Na. Na? Szót volt pedig. Szerintem kikerülte. Dob kintebb, hogy már azért felgyorsultat kapja meg. Én is így csináltam. Na most, itt lesz úgyis a bejáratnál. Ott volt. Hopp. Gyerünk, ott most kéne, hogy leüsse. Mondjuk én, mikor kidobtam, most lehet, hogy csak okoskodás már, de vártam egy picit most így vele, hogy lesüllyedjen. És akkor utána kezdtem el húzni. De aztán lehet, semmi köze nincs hozzá. Hát nincs. Ha éhes. Még komoly az a vasoszlop ott. Eléggé féltem tőle. Amúgy nem a szúnyog csípi a hátat, hanem a légy harap. Azt vágod? Már jónak kéne lenni a pályának. Megvan, úgy van. Pont mondtam is, jövök. Oké, a vastó húzd el, a többi megvan. Oké, jövök. Várjál, faszit, nem akarok beleesni azért. Szép vagy, ügyös vagy. Ezek hal, nem mindegy mekkora. Ó, nagyon jó, kicsi aranyos. Látod, ez nem akar belemenni a fémbe. Gyere csak. Így is van. Ügyes vagy, faszi. Na, van még? Ó, Istenem, szegények. Szegény Derzsi Józsi meg majd itt jön az üres pályára. Ezt is én mutat. Nem igaz, amúgy, sajnos. Hát ez az ilyen 28-30 centis, nem? Na. Csináljuk megint úgy, mintha visszaengednénk, aztán megedjük meg itt a parton nyersen. Csináljunk belőle sushit. Tényleg ebből lehet sushit csinálni? Ebből? Mindenből lehet. Ó, micsoda EU-kompatibilis visszaengedés volt, faszi. Hát az... De ide aztán most jöhet a komment, hogy de ügyesek vagyunk. Most már is. Ugye, azt mondom, harapnak. Üssük még, vagy... Hát itt nincs már. Menjünk haza. Van itt van. Mondjuk elég volt ennyi. Hát mikor? Hát három percre jött a kapása neki. 3 perc. Menjünk, ne álljunk meg máshol? Hát ha lesz valami, álljunk. Na jó, mindegy. Ha megállunk. Hanem akkor meg köszönjük, hogy végignéztétek ezt a videót. Köszönjük a Hiki Warrior botoknak, hogy ilyen jól vezetik ezeket a fogós csalikat. Köszi, ha lájkoljátok a videót, feliratkoztok a csatornára. Amúgy a kocsi az, hogy néz ki te? Fú, jövő héten viszem a kozmetikába, meginathatom a borravalót, hogy ne szívják a fogukat. Nem baj. Ő van értünk, nem mi érte. Megérte. Milyen horgot hol lehet venni? Na majd megnézem. Kéne ezeket cserélni. Tényleg azt hittem amúgy, hogy harcsa először. Nagyon ment.
Hát pakoltunk be, már be a kocsiba el is köszöntem, de... Valami csak megütötte a vizet. Na, három dobás. Számolok vissza. Ez lesz az első dobás, miután megérted az üzenetet. Addig figyelem itt a pályát. Három dobás. Nincs több. Utána megyünk, keresek a következő pozíciót. Három dobás. Ez lesz az első. Mindig dob túl, úgy csináld. Ne kicsit. Ah, nagyon jó. Esküszöm. Úgy csinálom, mintha okosabb lennék, mint te amúgy. Vágom, de amúgy ezt ki kell még szedni innen. Na, ah, nagyon jó. Bepottyanóra, mint a kis légy, amikor beesik, tudod, a vízbe. Azaz. Gyerünk, faszi. Én már nem dobom meg, mert engem kiütött tegnap a kecsege, meg most ez a 2-3 kilós balin, amit kiütöttem. Pfú, de gyönyörű volt ez. Ez a második dobás. Rablásonként kapsz plusz egyet. Tehát akkor négyed van összesen. Ezt úgy csináljuk, faszi. Ez a három. Kéne egy rablás, hogy legyen még extra. Na majd most. Ej, ez nagy. Ez nincs az Isten, hogy ne üsse le. Ez nagyon jó jön, ez a csali. Gyerünk. És jön a negyedik dobás. Kéne egy rablás, hogy legyen egy extra. Uff. Jaj. Még egy utolsó, mindig van még egy. Jó, hát a versenybizottság jóvá hagyta ezt a dobást. Jóvá hagytunk Derzsinek is, hagyd... Ő. Még a légbuborékot is behúzta, bekavitált. Azt kell kifigyelni egyébként, hogy rablásonként mennyi időközönként jön a rablás. Mert lehet, hogy ők összevárják, hogy újra beálljanak. Bonáne. Uff. Mondom, kidobom, úgy is megyünk.